Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Horváth Csaba, az MSZP budapesti képviselőcsoportjának vezetője. Érdekes közgyűlés volt a Városházán, és csupa pozitív hírekkel halljuk őket. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket is. Hát azért a csupa jó híreket egy picit árnyalnám, de volt valóban egy jó hír. Az, hogy az elmúlt két hétben... Magas, legalább 10 centivel magasabb minden. Csak folytassa, megpróbál felnőni magához. Szóval az elmúlt két hétben elindítottuk a 3-as metró akadálymentesítése érdekében a népszavazási kezdeményezésünket. Alig telt el 3 nap, ez nagyjából másfél héttel ezelőtt volt, alig telt el, illetve most már ez a 3. hét lenne, 3 nap, már tárgyalóasztalhoz ültek az egyébként korábban a tárgyalásról hallani nem akaró felek, így a kormány, a főváros vezetése és az érintettek érdekében eljáró MEOSZ, ugye az érintetti kör, hogy az akadálymentesítésnél az nem csak a kerekesszékes, hanem a babakocsis kismama, a nehezen mozgó idős, vagy éppen a nehezen közlekedő. És ebben az háború esetén mindenki, aki le akar. Hát háború esetén mindenki, azzal egyébként egy más probléma van, de 20 állomásból... Árulja nekem, hagyjunk mindent, ahol milyen más probléma van. Hát például, ha valaki arra gondol, hogy majd jön a háború, és a metro aluljárók vagy a metro állomások milyen jók lesznek a háború elleni védekezésről, akkor az a rossz hírem van, hogy ma 72 óra kellene ahhoz, hogy le tudják zsilipelni abban a formában, hogy egy minimális védettséget adjon. Ez most komolyan mondja. Komolyan mondom. Na most 72 óra, ugye a mai hadviselés... Erről a háború. Mai hadviselés az általában már nem szokott hadüzenettel kezdődni, hanem nyomnak egy gombot, vagy egy inkább most már csak egy entert. És repül, és nagyjából 10 perc múlva itt van, amit küldenek. Tehát, hogy ebben az értelemben már nem életszerű fönntartani óvóhelyként például a metrót, mert semmi értelme. Tehát egyrészt nincs 72 órán, kettő. Ki fogja eldönteni, hogy ki az a 200 000 ember, aki leférhet, és ki halljon meg, ki az, aki nem férhet le. És akkor ez már csak, ha úgy tetszik, mellékes probléma, hogy mondjuk nincs is lift, ami levigye az boldogan embereket. Folytatnám erről a témáról. De ez valóban, de ez már fölösleges. Nekem a fülembe így úgy tűnik, mintha ketten lennénk csak, de van egy főszerkesztőnő, aki allergiás a háborúkra, és ő békét akar, úgyhogy... Egyetértek. A témát lapoztuk. Egy praktikus oka mégis van, hogy ide került ez a téma, hogyha elfelejtenénk ezt a háborús narratívát, szerintem most már praktikus lenne, akkor harmadáron meg lehetne csinálni azokat az akadálymentesítő eszközöket, mert nem kell egy olyan speciális zsiliprendszert alkalmazni, ami erre a polgári védelmi funkcióra jó. De ezt tegyük félre. A lényeg az, hogy 3 nap után már a felek leültek, érdemi tárgyalások kezdődtek, és a 20 megállóból 18-at vállaltak, hogy teljes értékben akadálymentesítenek. Aztán eltelt még 6 nap, mi gyűjtöttük tovább az aláírásokat, tehát ha úgy tetszik, finom, szelid pressziót gyakoroltunk a városvezetés elmére, aminek az lett a következmény, hogy rá a következő kedden a maradék 2 állomás tekintetében is a felek megállapodtak, hogy ott meg liftes megoldás lesz. Talán hallották, hogy a 5 állomásnál egy ilyen ferde siklólift lesz, ami ugyanolyan kabin, mint bármilyen lift, csak a mozgó lépcső karján fog mozogni, videókkal meg is lehet nézni, több portálnak fönn van a honlapján. Tehát a lényeg az, hogy éveken keresztül azt hallottuk, hogy lehetetlen megoldani, majd sikerült a népszavazási kezdeményezéssel elindulnunk az utcán, és lönvilágosság néhány napon belül tulajdonképpen minden helyére került, és az volt a szerdai ünnepi felajánlása részünkről, részemről, mint az aláírásgyűjtés kezdeményezője, hogy mivel elértük a célt, volt a budapestiek támogatásának eredményeként már 93.426 aláírásunk, és volt egy érvényes és mondjuk, hogyha határozott városvezetői vállalás, hogy a teljes akadálymentesítés megtörténik, és még kerestek pénzt 2 állomástól, az Ecseri és a Pöttyös utcánál. És a kormány támogatja. És a kormány támogatja. Mi azt mondtuk, hogy mivel 2 milliárdba kerülne a városvezetés szerint az akadálymentesítésről szóló népszavazás, tehát 2 milliárd forint ennek a lebonyolítása, és 1 milliárd forintba kerül a 2 állomás liftje,
akkor elég praktikusan adja magát a megoldás, hogy mi felfüggesztjük az aláírásgyűjtést, és egyúttal felkértük a főpolgármestert, hogy ezt a 2 milliárdot csoportítsa át. Így már pénzügyileg is kerek a történet, tehát ez volt, ha úgy tetszik, ez volt a szerdai jó hír. Sajnos van rossz hír, hogyha érdekli, azt is el tudom mondani, mert sajnos költségvetés is volt a téma. Nézzük, ön mégiscsak egy pártnak a képviselője, és nem látni ennek a pártnak a plakátjait az utcán. Mi történt? Hát meglehetősen nehéz helyzetben. Vannak? Nem, tehát a helyzet az, hogy itt most nem kínálati piac van, hanem keresleti, ami abból jött létre, hogy a Fidesz már tavaly fölvásárolta, illetve megfenyegette a plakátos cégeket. Aki korán kell, az plakátot le. Hát főleg, hogyha kormányzati hatalom van a kezébe, és mondjuk fenyegetni is tudja a plakát cégeket, hogyha például ellenzéki pártnak adnak van plakátot. Van erre bizonyíték, hogy fenyegetnek? Csak olyat mondjon, ami utána a bíróságon megállja a helyét, mert beperelhetik, nem minket, hanem önt, mert mi csak helyet adunk. Nyilvánvalóan ezek az információk abszolút hitelesek, több csatornából kaptam. Egyébként nem hivatalos válaszként kaptam a plakát cégektől, akik nem tudtak adni. Ez az MSZP-nek plakátja, vagy és nem lesz? Azért lesz, mert végül is valószínűleg a Fidesz meggondolhatta magát, hogy talán nem venni jó ki teljesen a választási kampány arculat, hogyha csak a Fidesz, tehát csak a Fidesz plakátjai, meg Simicska révén csak a Jobbik plakátjai látszanának, és végül is tett egy nem túl jó, de legalább a láthatóság szempontjából értelmezhető ajánlatot, hogy az MSZP is kaphat. Csak egyszerre arra gondoltak, hogy lehet, hogy jó, hogyha van egy ellenzék, amit úgy hívnak, hogy MSZP. Nem, mert ezt mindenkinek megküldték, ezt az ajánlatot. Ha jól tudom, akkor az LMP és az MSZP. Hol lesznek ezek a helyek? Hát, fogalmam sincs, mert a csomagnak az egyik jelentős eleme, ami miatt elsőként nem fogadtuk el, hogy majd a plakát cég mondja meg, hogy hol lesznek. Tehát, hogy ez nem rendeléses oldalról, hanem inkább, ha úgy tetszik, kínálati oldalról lesz meghatározva. Egyébként ez egy elég szokatlan, tehát ha teljesen piaci, normális körülmények lennének, ilyen nem fordulhatna elő, de valóban az az érdek, hogy az állampolgárokat az április 8-ai választásokkal összefüggésben érdemben tudjuk tájékoztatni. Ezen az eszközön is, tehát a közterületi eszközön is. Ahhoz ez kellett, ez most a hó közepétől, illetve bocsánat, a hó elejétől fog indulni, tehát tudomásom szerint március 1-ével lesznek azok a plakátok, ami már a választás üzeneteit fogja hordozni. A közgyűlésen mi mindenről volt még szó? Hát a helyzet az, hogy Habár alpolgármester azt, hogy lesz a vendégünk. Nyilván akkor ő elmondja majd az ő aspektusát. Két fontos téma volt még, néhány fontos téma mellett. Az egyik a Rácz-fürdő visszavásárlása volt, vagy egy felszámolási eljárásban lévő megszerzése, amiről azt kell tudni, hogy ez gyakorlatilag a főváros tulajdonában volt egészen 2010-ig. Egy együttműködő partner vállalta, hogy felépít rá egy 5 csillagos szállodát, és műemléki módon felújítja, kibővíti az ott lévő volt törökfürdőt. Tehát így lett a Rácz-fürdőből. Én voltam egy bejáráson, és egész jól is sikerült. Hát barom jól sikerült. Ez 2010-ben olyan szinten volt kész, tehát mikor jöttek a fideszes városvezetők, hogy gyakorlatilag csak a monogramos törölközők és a monogramos fürdőköntösök hiányoztak. A megnyitás hiányzott, a székek bent voltak a helyükön. Na most, akkor Tarlóséknak az volt a koncepció, hogy minden előttük lévő szerződést felrúgnak, felbontanak, bebizonyítják róla, hogy ezek hátrányosak voltak a városnak, és majd akkor ebből ők politikai tőkét kovácsolnak. A helyzet a következő. Egyrészt nem sikerült még csak a nyomait sem fölelni annak, hogy itt bármilyen a város érdekével ellentétes szerződés jött volna létre, viszont sikerült elérniük azt néhány hónap alatt, hogy a projekt összeomlott. Ez egy nagyon egyszerű dologból adódott, megépült maga az a épület. A fővárosnak, mint az ingatlan, tehát a telek tulajdonosaként hozzá kellett volna járulni, hogy a földhivatalba bejegyezzék az új épületet, ami egy folyósítási feltétel volt, tehát a bank felé egy függő feltétel volt, és a főváros megtagadta ezt az aláírást. Na, innentől kezdve a bank szerződést bontott, és összedőlt, mint egy kártyavár az egész projekt. Ennek lett az a következménye, és ennek az lett a következménye, hogy gyakorlatilag 8 éve ott rohad, használatlanul. Mivel szakszerűtlenül tartották
ezt a temperáló fűtést is, befűtötték a termálvízzel az épületet, amitől viszont lerohadtak a belső falak, tapéták, egyebek. Tehát gyakorlatilag ilyen milliárdos felújítást kell majd, tehát nem tudom, mikor volt a bejáráson, ahhoz képest katasztrofális állapotok vannak, minthogyha legalábbis egy kisebb világháború zajlott volna le az épületen belül. Na ez az, ami, és én ezt mondtam vala közgyűlésben, tényleg nem indulatosan, hanem tárgyilagosan, hogy igaz, hogy ezt most megoldjuk, már azzal, hogy a főváros él ezzel a belépési jogával, viszont ez egész probléma nem lett volna, ha nincs tarlós. És nincs a fideszes városvezetésnek az a koncepciója. Nem szereti tarlós urat. De ez most tényleg semmi, és ez egyébként ebben korrekt volt a főpolgármester úr, ebben, hogy ha úgy menj, még finoman, de el is ismerte, hogy igazabban. Tehát most azért mondom, hogy ebben legyünk szakmailag tárgyilagosak. Tehát én is csak politikailag mondom ezt azt. Ezt majd 19-re kihasználja, amikor indul ellene. Ezt még nem tudjuk. Amit viszont tudunk, hogy a költségvetés, ami a másik fontos témája volt a közgyűlésnek, az hát átment, azért ment át, mert a fideszes többség átviszi. De amit tudni kell róla, hogy 131 milliárd forint hiánnyal ment át. Tehát ez a költségvetésnek hát 35-40%-a. Mi okozhatja ezt? Hát az okozza, hogy rosszul képviselik a város pénzügyi pozícióit a kormányzattal szemben, erről sokszor beszéltünk, hogy 20 milliárd forint adót fizetnek a naponta a budapestiek, ennek nagyjából kevesebb, mint 4%-át kapjuk vissza a fővárosi és kerületi feladatainkra, ez is megosztott bevétel, és ehhez képest azt kell látni, hogy a feladatainkhoz képest ez a forrás kevés. Tehát magyarul harcolni kellene azért, hogy abból a 20, napi 20 milliárdból körülbelül 5 plusz nap kellene nekünk, tehát nagyjából 100 milliárd forintot vontak ki 2010 óta a főváros büdzséből, és ez hiányzik. Úgyhogy idén 76 milliárd forint hitelt még pluszba föl kell vennünk, hogy egyáltalán egyenesbe hozható legyen ez a költségvetés. És ami szomorú, és erre hívtam fel a figyelmet, hogy 2010-ben nagy hanggal érkeztek tarlósék, hogy az elődök egyébként fejlesztési célú felvett hitelei milyen magas összeget tettek ki, 170 milliárd volt akkor, és bezzeg ők majd ezt megoldják. Ugye volt egy konszolidáció a kormány részéről, valóban 2011-12 környékén, viszont elkonszolidálták, tehát elvitték a 170 milliárdos hitelt, viszont elvitték évente a 100 milliárdunkat. Tehát tőlünk 8 év alatt nagyjából 7-800 milliárd forint készpénzt vittek el, és ez az, ami okozza, hogy nem tudunk egyrészt önállóan dönteni arról, hogy hogy újítsuk fel a hármas metrót, nem tudjuk befoltozni a kátyukat az utakon, mert már arra sincs pénz, tehát hogy ennek nagyon súlyos következményei vannak a mindennapjainkra, és hát szerintem egy városvezetőnek mégiscsak az lenne a dolga, hogy ha látja ezt a matematikai képletet, hogy ja, hát ez mínuszos és kevés. Akkor nem az lenne, hisz mérnök. Akkor nem az lenne, hát mi számolni nem biztos, mérni tud inkább a mérnök, számolni nem biztos, tehát hogy nem az lenne a feladat, hogy ha látja, hogy ez így kevés, hogy a főváros érdekében föllép a kormányzatnak, és meggyőzi őket, hogy kérem, ahhoz, hogy a város működjön, fejlődjön, és be tudja fizetni holnap, meg holnap után, meg azután is ezeket a 20-20 milliárd forintokat adóként, ahhoz az kell, hogy a város működőképességét biztosítani kell. Adott esetben, hogy még többet is tudjunk fizetni, ne 20-at, hanem 24-et, ahhoz meg ezt kéne tennünk. Tehát magyarul egy gazdasági képlettel is be lehet bizonyítani egy normális kormánynál, hogy kérem, ha odaadják azt, ami a budapestieknek jár és szükséges, akkor ez a város jobban tud teljesíteni. És ez szerintem mindenkinek jó, mert ezen nem csak a budapestiek nyernek, hanem a kormány is nyer. Szokása szerint sikerült mindenkit kiosztani, de a matematika az egy kemény dolog, úgyhogy lehet, hogy akár igaza is van. Az elmúlt percekben a Horváth Csabát, az MSZP budapesti képviselőcsoportjának vezetőjét látták, hallották. Jövő héten visszavárjuk, hisz érdekelne, hogy miről beszéltek a buli negyedről, és még sok-sok kérdés van. Köszönöm a lehetőséget. A további részleteket később, és akkor most következik az előzetesek után Závetsz Tibor a legújabb felmérésekkel. Tartsanak továbbra is velünk.